Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast, én Tárik vagyok, vendégünk pedig Óbudai Sándor budai jelöltünk, illetve Budai Sándor Óbudai listavezető önkormányzati jelöltünk a 2024-es választáson. Szia Sanyi! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Áruld el a ezeknek a hallgatóknak, hogy mit érdemes tudniuk rólad. Hát alapvetően ugye én a kutyapártban dolgozom, és amióta kutyapártban dolgozom, sajnos azért be kell vallani szerintem, hogyha őszintének kell lenni, amiben azért jó vagyok, hogy azóta kevesebbet tudok a, az óbudai dolgokkal foglalkozni, mert itt is mindig van valami, de azért próbálok ott is jelen lenni. Az utóbbi időszakban lett egy egész fasz csapatunk, sőt, nagyon jó csapatunk, most őket próbáljuk aktivizálni, meg programot írunk így a háttérbe, és akkor majd egybe fogjuk kitolni a dolgokat így Óbudán. Alapvetően 19 óta foglalkozok az Óbudai kutyapártnak a szervezésével voltam, a kerületben ifjúsági polgármester, ami csak jól hangzik, de semmi értelme vagy lényeges része nem volt, de mégis ezt is elmondhatom, hogy, hogy próbálkoztam ott is jelen lenni, de most inkább egy másik irányból próbálok segíteni a kerület lakóinak. Hogy találkoztál a kutyapárttal, és miért pont a kutyapártban kezdtél el politizálni? Ez egy jó kérdés. Alapvetően ugye 99-ben születtem, szóval 18-as volt az első választás, amikor szavazhattam, és én sose foglalkoztam a politikával. Nem tudom, hogy ennek mi volt az okatán az, hogy anyukám az nagyon politika ellenes volt mindig is, mert ő tanító volt, aztán az volt a tapasztalata, hogy, jobb, hogy az egészből kimarad és igazából azért kezdtem el kutyapártozni, mert én is csak a vicc részét ismertem nagyon sokáig, és macicákat meg plakátokat akartam szerezni. Aztán ez meg is történt. 19-ben az Európai Parlamenti Választáson jelentkeztem passzivistának, és ott voltam aláírás gyűjteni. Először a délibe, és szereztem is anyagokat, és utána igazából itt ragadtam, és nagyon örülök neki, mert így megismertem azt az oldalt és a kutyapártnak, ami miatt szeretik, és így, így indult nekem így a politikai karrierem, hogy viccből, de szerintem pont ebben jó a kutyapárt, hogy a viccel megismerteti magát az emberekkel, utána meg azok a dolgok, amik fontosak, és csinálunk, az meg itt tartja az embereket, hogyha eleget foglalkoznak vele. Például? Mi az, ami fontos, és csináljak hát úgy, Hát a, a városfelújító akciók, a, a zöld akciók is szerintem tök jók, meg, meg ez, hogy ennyire szociálisan érzékenyek vagyunk, ez nagyon fontos. Attól még, hogy egy politikai párt vagyunk, valamilyen szempontból meg nem, legalábbis nem abban az értelemben, amiben a többi párt az. Azt tudom, hogy összetett feladatod van a pártban, de röviden elmondanád, hogy alkalmazottként mit csinálsz? Igen. Ugye alapvetően a párt az projektrendszerben dolgozik, van egy elég összetett projektlapunk, ami nagyon sok dolgot lehet kérni, én majdnem mindent ezekből látok és foglalkozok vele, ezen kívül még a webshopot is én üzemeltetem, meg azon kívül, amit kell, hogy nem tudom, rendezvényszervezéseknél is jelen vagyok, majdnem mindenhol ilyen gyurcsány szál vagyok kicsit a kutyapártban, úgy érzem meghúzódik. Tehát plakátokat akartál szerezni, és végül te nyomtatod a plakátokat. Igen, most már ideig is eljutottunk, igen, igen, meg én gyártatom. Említetted, hogy ifjúsági a polgármester, vagy ifjúsági polgármester, bocsánat, voltál Ógudán. Ugye ott doktor Kis László a polgármester, a egykor szocialista, most már demokratikus most már igen. Hogyan alakult a viszonyatok? Ott is elég furcsa módon kerültem ebbe az egészbe bele, meg Nekem nagyon hirtelen jött tényleg ez a politika, mert, mert tényleg én, én csak a vicc miatt kerültem ebbe az egészbe, aztán rájöttem, hogy ez mennyire jó. És úgy alakult ez a dolog, hogy nekem 19-ben így minden egyszerre indult, egyszerre lettem kutyapártos, akkor már elkezdett érdekelni a közélet, és a, az iskolámon keresztül meg az egyik barátom mondta, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy van a, van a kerületnek kifűség önkormányzata és amúgy is egyre kevesebben voltak, mert minden középiskola két tagot delegálhatott, és akkor oda is elmentem. Ott is jó pár olyan ember volt, aki szeretett volna aktívan tenni, éppen a fiatalokért a kerületben, és akkor így kerültem oda. Alapvetően ugye először képviselő volt, de nem tudom, hogy beszéljek-e a rendszerről, hogy hogy épült fel ott az ifjúsági önkormányzat az érdekele. Hát nem tudom, hogy fontos-e, mint hogy mondtad, hogy valójában ugye nem sok mindent lehetett Tenni. Igen, de maga a rendszer szerintem az nem volt rossz, csak a támogatást nem éreztem, hogy, hogy ezeket az embereket aktivizálni lehessen. Szóval alapvetően az nem volt egy rossz koncepció, hogy minden középiskola delegálhatott két tagot, aki igazából gyakorlatilag az iskolában lévő embereket képviseli kerület szinten és akkor ezt hmm. szerettem volna módosítani, meg ez sikerült is. Én írtam meg a most élő SMS-ét az önkormányzatnak, nyilván a többiekkel együtt, de, de nagy azért én írtam meg. Ugye ez abból állt, hogy a régi SMS, meg a 9. kerületben elvileg nagyon jó az ifjúsági önkormányzat, és ezt a kettőt vegyítettem amúgy össze, megdobtunk bele új ötleteket, és akkor ez alapján próbáltuk megadni az alapját annak, hogy ez tudjon működni, csak nyilván egy, egy nulla forintos szervezet, ami valamilyen kapcsolatban áll az önkormányzattal, de elvileg független, nulla forintból sok dolgot nem tud csinálni. És a doktor kis nem segített. Alapvetően az ifjúsági önkormányzat, amennyire én gondolom, mindig egy ilyen látszat önkormányzat volt. Alapvetően a, a is azért csinálták, azt hiszem, 14-ben, hogy ez így jól nézzen ki, és akkor majd az óbudó újságban, meg a többi szarúságukban ezeket három havonta ki tudják tolni, hogy ők ezzel is foglalkoznak, és igazából ezt a lacék átvették, de úgy több energiát nem fektettek abba bele, hogy ez jó legyen. És akkor el kellett tenni a két évnek, hogy ez így bennem is megemésztődjön, hogy ezt nem sok értelme van csinálni ebben a formában. Az első év az még jó volt, mert éppen Covid volt, és akkor kapcsolatot próbáltunk építeni a keletben lévő szervezetekkel, civil szervezetekkel, és ez jól is alakult, csak utána, amikor már lehetett volna találkozni az embereknek egymással, akkor már így nem, nem mentek ugyanúgy a dolgok, mint eddig, vagy nem tudtuk ezeket megvalósítani. Tehát jó viszonyt ápoltál Dr. Kissel, ami aztán kicsit megromlott, vagy hogy lehet ezt szépen mondani? Hát ez, ez igazából a lacira nem vonatkozik, nem sokszor találkoztam vele. Beszélő viszonyban voltunk, meg vagyunk egymással, így nagyon minimálisan, hogyha vannak olyan dolgok, amit ö, tudni szeretnék a keletről, akkor akkor tőle szoktam kérdezni, mert más kapcsolatom nincsen. Alacival nem romlott meg emiatt a viszonyom. Ha volt a keletben egy ö, osztályvezető, aki nagyon nem szerette volna, hogy én ezt csináljam. És amúgy is pont akkor volt az országgyűlési választás, hiszen volt elég dolgom, mert ugye akkor is előtt voltam a Budán, meg nem történtek meg a, a dolgok, amiket szerettünk volna, szóval nem nem kifejezetten Lacira irányítom ezt a dolgot, mert azért úgy vagyok vele, hogy mindenről nem tehető, de biztos, hogy tudott volna valamit csinálni vele. Ennek érdekében. Elhangzott már Búcs Balázs, nem neve, ugye? aki a Fideszes polgármester volt elég sokáig jó Budának is, a doktor kis őt Váltotta. verte meg. Épp, hogy fél-fél százalékkal Jobb-e doktor kis Búzs van-e különbség? Valaki jön. <laughs> Mindig van valami. Bejött egy kutya. Előbb nem fordult. Úgy átlanítottuk a Mi stúdiót. <laughs> nem, nem. Nem kutyát még, még nem, még kutyát Próbál meg rendesen becsukni az ajtót. lehet, hogy a stúdió kutyát taníthatatlan. Lehet. Na meg végül is ez nem a stúdió, hanem a, igazából a, hát, De a, a, nagy szobá. stúdió. Igen. Alternatív dolgokkal torlaszoljuk az ajtót. Inté intézkedés fogalmatosítva folytathatjuk akkor az volt a kérdésed felém, hogy jobb -e a Laci, mint a Húsz Balázs. Így van. Azért nevezem doktor Kisnek, mert ő maga szerepel a plakátokon. Hát mindenkinek a polgármestere úgy, úgy szerepel. Most ez a nagy szlogenje -ja, már 19 óta. jobb -e a Laci? Szerintem jobb, de, de azt nem tudnám megmondani, hogy miért. Nagyon, nagyon kettős ez az egész igazából. Val valamennyivel jobb szerintem, mint a, a búzsbalás volt. Ez a, a, ez a kisebbik rossz kategória szerintem. Mondom úgy, hogy nekem személy szerint a lacival nincsen problémám, de nem is ismerem annyira. Például olyan hagyományokat, mint a krumpliosztás. Azokat tolja, sőt, most már volt almaosztás, meg, meg talán hagyma is, meg mit tudom én, narancs. Szóval most már nagyon sok ilyen, ilyen szoci akció van, ami, aminek szerintem semmi értelme, meg csak ilyen presztízs dolog, és az a baj, ezt mindig a, a kampányfőnököm szokta emlegetni a Kámán, ha ezt valaki megszünteti, akkor annak politikailag vége van ebből a keletből, mert annyi nyugdíjas van, hogy ezt, ezt nem lehet kivezetni. Én, ha tehát nem kivezetném, csak akkor... Hát de gondolom, a recept fizetett nem muszáj nyomtatni a adott krumpli mellé, ha jól sejtem, mert hogy... Hát ők szoktak, igen. Nagyon gáz az, az egész. Meg... Doktor kis, ahogy nagymamám vagy főzte, rakott krumplit, vagy valami hát, ilyesmit adott ki. Tudtam ugye? róla, hogy receptet is csinál, de nekem ez annyira kínos, hogy inkább kimaradok belőle. Nekem ami nagyon észrevehető, a lacival kapcsolatban, nem tudom, hogy ez direkt csinálja, vagy sem, hogy, hogy annyira ilyen boomer, ahogy viselkedik a social médiában, hogy ez nekem nagyon, nagyon messze áll tőlem, mert szerintem ő ezt azért csinálja, hogy a nyugdíjasokat megfogja. Aztán lehet, hogy ő, ő már tényleg ennyire boomer, de Nekem ez a kommunikáció nagyon nem tetszik, ami a kerületben van. De a buszbalázsék se voltak jobbak, meg azért a civil szervezetekbe kiszöktették a lóvét, szóval. Egy, egyik se jobb, talán a laci egy kicsit jobb. talán. És így összességében az egész város vezetése, mi a baj, ha van baj? Tehát mit mit én, 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 amit látok, az az, hogy, hogy nem látszanak a képviselők, úgy kb. egyáltalán. Szóval hogy majd szeretnénk is egy ilyen videót forgatni a többiekkel, hogy megkérdezzük a, a lakosokat, hogy ismerik-e egyáltalán a helyi képviselőjüket. Én, én nem látom, hogy a képviselők úgy igazán dolgoznának, és ez az, ami probléma, és ennyit mi biztos, hogy ígérhetünk, hogy, hogy minket lehet majd látni, meg, meg lehet keresni problémákkal. És mi Óbuda 3 szerinted legfontosabb probléma, és mi rájuk a megoldás. Hát szerintem az egyik nagyon nagy probléma az a gyorshajtás. Ugye a Szentendrei útra vonatkozik nagy részt, valószínűleg az a legegyszerűbb, és nem tudom, hogy miért nem teszik meg, hogy bevédáznák az egészet. Valószínűleg ez a legegyszerűbb, mert tényleg nagyon sok ember értelmetlenül hal meg, vagy, vagy megsérül emiatt. És így nem, nem látom, hogy ezért ténylegesen tennének. Most nyilván volt egy rendkívüli ülésük, azt hiszem, augusztusban ahol ezzel kapcsolatban szavaztak, hogy ez ellen ő, valamit tegyenek, de ez még szerintem mindig nem elég. Ez az egyik probléma, a másik az... Tehát igazából sok probléma van, és nekem ez a nagyon nagy problémám ezzel a kerülettel, hogy ő, sok nagy probléma van, amit úgy érzek, hogy nem biztos, hogy, hogy én egyedül, vagy a, vagy a mi csapatunkkal ez ellen tudunk tenni. Annyi, ami biztosan elvárható tőlünk, és szerintem a szerepünk lenne majd az önkormányzatban, hogy ezeket a témákat folyamatosan fenntartsuk a testület üléseken. Például a beruházásokkal egy csomó probléma van. Most is a Bogdáni úton a Waterfront City épül, és nem tudjuk, hogy minek, mert nyilván egy, egy egyszerű ember nem tudja ott megvenni a lakásokat, nincsen hozzá infrastruktúra, kialakítva, szóval így, úgy, úgy épülnek a lakóparkok, hogy nem tudjuk, hogy ez a lakosoknak miért jó. Ez az, ami probléma, még nagyon sok zöld felület van, ami elhanyagolt, akár hogyha a hídat nézzük, az most nem zöld felület, de az, hogy egy szigetfesztiválon fesztiválon nem lehet elhagyni rendesen a, a helyszínt, mert beszakadt alattad a híd, ezt nem, nem értem, hogy ez hogy tud megtörténni, főleg úgy, hogy azért ebből biztos, hogy egy elég nagy bevétele van a kerületnek is, még úgy is, hogy fővárosi alapvetően a terület, azt hiszem de ezeket a dolgokat nem tudom felfogni, hogy, hogy, hogy ezeket miért csinálják így ebben a formában. Szóval ugyanez vonatkozik a Flórián térnél lévő zöld felületre, hogy az is egy nagyon nagy terület. Mi a, az országgyűlési kampánykor kiraktunk egy elég nagy raklapbútort, ami félig meddig játszótérje van és nagyon szerették az ottani lakosok, és a, semmiből elvitették arra hivatkozva, hogy igazából egy konkrétan nem is beszéltük ezt meg, pedig már tök rég volt, arra hivatkoztak állítólag, hogy nem tudom, tőle három kilométerre volt egy esemény a kerületnek, és hogy életveszélyes, amit mi oda kiraktunk, főleg úgy, hogy egy asztalossal csináltattuk meg, aki szerintem jobban értett ahhoz, hogy mi életveszélyes, és mi nem. Szóval, hogy még meg is nehezítik a dolgunkat, amikor segíteni szeretnénk, és nyilván úgy alakítottuk ki ezt a raklabútort is, hogy ne legyen veszélyes az emberek számára, mert ez nekünk se jó ilyen dolgok vannak. Melyik a kedvenc kutyapártas so óbudai akciód az elmúlt évekből? Most ebben az évben kettő nagyobb akciónk volt, 23-ban. Ugye csináltunk egy cuki legótornyot, a másik az meg egy lovag volt a Florián téren, az egy ilyen nagyobb szellőző volt. Az azért tetszett nagyon, mert ez volt az első olyan projekt, amit így szó szerint kézzel festettünk. Szóval nem, nem használtunk stencileket, meg ehhez hasonló dolgokat, nem tényleg szabad kézzel csináltuk, de sok jó eseményünk volt, amit én nagyon szerettem, az még a Bud Park avató volt, azért az Nagyon jó volt a Igen, igen, igen. én, voltál. Te voltál. Igen. Az durva volt, mert ugye amikor hivatalos lett, hogy tényleg így fogják elnevezni, akkor két Hetem volt megszervezni azt a bulit, és a, a történet itt a parknak nem biztos, hogy mindenki tudja hallgatók közül eredetileg ez még úgy indult, hogy én akkor még nem is kutyapátoztam, ha jól tudom, a Gergőik 18-ban, vagy 17-ben találták, ki, kiraktak egy darab táblát, amivel elnevezték Bud Spencer Parká ezt a helyet, aminek nem volt neve, ami nyilván arról szólt, hogy ő, nem tudom, hogy indokoltan-e, vagy indokolatlanul a, a magyar társadalom imádja Bud Spencer filmeket, és akkor erre szerettünk volna, hogy jól tudom ezzel reflektálni, vagy erre reflektálni, és ő, ez így, nem tudom, másfél-két vagy lehet, hogy három évig így ült, aztán így teljesen random megszavazta a fővárosi önkormányzat, hogy tényleg legyen ez a neve. Ez az első sikeres park névadása a kutyapártnak. Amikor ezt kitalálták a gergék, akkor is rendeztek egy eseményt rá, ami már alapvetően tök jó volt, csak akkor még nem volt hivatalosan ez a neve, és amikor hivatalos lett, akkor én is szerveztem egyet, és egész jól sikerült. Főleg, hogy két hét alatt lett megszervezve, de minden meg volt, ami amit szerettünk volna, hogy legyen volt, ugye triciklis fagyiskocsi, amiben nyilván azok a fagyik voltak, mint a filmben, és azok nem, amik a filmben. Elhívtuk a Bud Spencer ami nagyon nagyot ment, nem is tudtuk, hogy ilyen létezik, hogy konkrétan ennyire szeretik a Bud Spencer-t, hogy van egy konkrét emlékzenekar, aki az ő számaikat nyomja. Volt hagymásba főzés, majdnem századag, szóval teljesen volt. volt. És emléktő megverekedés, és ugye azt összekötöttük azzal, hogy ugye a a serpenyőből lette a Bud a, kaját, és akkor az emlék verekedésnél is lehetett használni a serpenyőt, plusz a hagymás babot is mondtuk, hogyha valaki autentikusan akar adni, vagy enni, akkor nem tányérból legyen, hanem hozzon serpenyőt, és abból fogja megenni, és ez így tök jól ment. Melyik kutyapetos tevékenységedre vagy a legbüszkébb? így elég sokféle van ezek szerint. Így országosan, vagy körület Hát amit te csinálsz úgy általában, akár mint alkalmazott, akár mint jelölt, akármit kerületi hát ő, sok volt nagyon. A, ami, amit nagyon szerettem, mondjuk kerület szinten, az a, az a gőtéstói faháznak a felújítása volt, nem hát, két vagy három évvel ezelőtt. Gőtéstól azt kell tudni, hogy az békás megyelen van a hegyfelőli oldalon, és egy nagyon szép tó volt annó, de amikor elkezdték beépíteni a lakásokat, akkor megszűnt a, a természetes vízelátása és most már igazából egy, egy mocsár, vagy már annak se lehet hívni, hiszen nagyon kusztustan állapotban van, minden évben előadja mindenki, hogy akkor ezzel majd így lesz foglalkozva. Mi legalább annyit megtettünk, hogy akkor azt a faházat, ami nagyon kusztustan állapotban volt, azt újra festettük, és kíséréltük az egész tetőszerkezetet is. Most én annyit tudok erről, hogy közösségi költségvetésen elvileg nyertek 50 milliót, arra, hogy valamit megoldjanak azzal kapcsolatban, hogy legyen ott víz, ugye mindenképpen a, a nádakat meg kéne szüntetni, mert teljesen kinőttek, és már hogy nincsen benne víz. Ez a baj, amit ugye mondtam is az elején, hogy nagyon sok olyan projekt van, ami annyira nagy, hogy úgy érzem, hogy én ahhoz még kicsi vagyok, vagy kevesek vagyunk hozzá, és ezért lenne jó bekerülni az önkormányzatba, mert ott, hogyha mellénk állnak a lakosok, akkor ezekre lehet egy olyan nyomást gyakorolni, hogy, hogy az megváltozzon, mert itt is Majdnem egy éven keresztül volt egy ilyen 30 fős messenger csoportunk ilyen szakértővel, olyan szakértővel, és aminél több dolgot tudtam meg a tovább kapcsolatban, annál jobban kezdtem rájönni, hogy, hogy ez, ez annyira sok pénzbe kerülni, és annyira macerás lenne, hogy, hogy nem tudom, hogy ennyi, ennyit mi már nem tudunk foglalkozni vele, akár kutat fúrni, hogy onnan legyen vízellátása, vagy ilyesmi. Ez egy nehéz, nehéz, téma. Ami, ami mondjuk országosan nagyon szeretett projektem volt, abból is volt egy csomó, de a WC papírosztás az kifejezetten izgalmas volt, hogy így egyik pillanatban a másikra már nem is tudom, hogy kiszólt nekem a pártból, hogy így, hát így majdnem, nem tudom, fél millió, egy millió guriga WC papír így szakadt, főleg úgy, hogy ugye mennyire drága a WC papír, akkor is, meg Igen, most az is. A ellenzéki WC papír volt, tehát az Orbán idézetekkel is hasonló. Igen, amit az összellenzék Elirakozó. gyártatott, az összellenzék gyártatott, és annyira nem foglalkoztak vele, pedig ezt többen is beszéltük, hogy lehet, hogy mandátumot ért volna, hogyha mondjuk Kelet-Magyarországon elszórnak 300 gurig a papír, de valamilyen nem tették meg, rajtuk ragadt, és mi meg megkaptuk, és akkor szociálisan érzékeny kutyapárt módon ezt szétosztottuk az országnak. Nagyon sok pontjára én hajléktalan szállókra küldtem, iskoláknak küldtem, ugye magániskoláknak, meg például a Jánosom, az egyik nagy segítőm, ő egyik pillanatban, amikor még nagyon sok vécépapi volt, is szólt, hogy hogy hívják a dráva szerda helynek a polgármesterét, aki most harkányban is indulni fog? Ja, hát ennyire nem vagyok művel. És csinált egy zenét is. A hírek, ahogy én látom, most sem. György. Ja, tudom, tudom, tudom. Igen, és, és így mondta nekem, YouTube a, Já... Szfér. Igen, mondta nekem a János, hogy <laughs> Amúgy ő nagyon szar helyzetben van, meg a települése is valami, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, hogy olyan két-háromszáz fős lehet dráva a hely, vagy nem tudom, egy kis település, és hogy nem akarjuk-e megkérdezni, hogy nekik szükségük van-e WC papíra, és akkor megkérdeztem, és meg is jelent még azon a héten pénteken a Csepeli helyen, ahol voltak a WC papírok, és nyolc raklap WC papírt odaadtunk, az, hogy több-több tízezer Gurigát, és az is lehet, hogy a mai napig ö, ezt használják, és az nagyon, annak nagyon örültem, hogy egy konkrét településen tudunk így ennyire markánsan segíteni. hát az utolsó kérdés, amit mindenkitől megkérdezek, elég közhelyes, de nem rossz. Foglalj össze egyetlen mondatban a politikai hogy hogyha van. Szerintem cuki és segítőkész. Egy mondatban kb. ennyi. Mindig azt szoktam mondani, hogy ö, mint amit a pártban is elvégzek, hogy, hogy, bármilyen probléma van, azt akkor megpróbáljuk megoldani, mindegy, hogy miről van szó, és szerintem ez a nagy előnyöm mondjuk a többiekhez képest a, keletben, hogy, hogy a, ha már van egy, van egy természetes akarás azon, hogy abban, hogy az ember segíteni akarjon, a többieknek az már egy jó kiinduló pont, és szerintem ez nincs meg az ottani képviselőkben. Köszönöm szépen, ez volt a Kutyinfo Podcast Budai Sanyival Óbudáról. Sziasztok! Sziasztania! Hello. Hello. Hello.